Kevinhez és Bennethez, 8 meg egy 5 éves kisfiúhoz, aki mellesleg nagyon-nagyon-nagyon kedveli a videóitokat. Azért jövünk ide, mert képzeljétek el, hogy volt egy kolléganőm, anyának kolléganője volt, én voltam a főnökük, anyának is, meg a Melindának is, és együtt dolgoztunk nagyon sokáig. Elméletileg nem lesznek itt, úgyhogy valahogy úgy kéne megcsinálni, hogy elbújunk, beindítjuk a GoPro-t vagy ilyesmi, és lepjük meg, mert az anyukájának meg a nagymamájának mindig rágja a fülét, hogy Nagyi, te ismered az István bácsit, légy szíves, hagyd beszéljek a Normannal, hadd beszéljek a Laurával, és most, ha minden igaz, akkor sikerül őt meglepni, és remélhetőleg nagyon-nagyon-nagyon nagy örömet és boldogságot fogunk nekik szerezni. De azért már izgulok amúgy, azért rég volt. Már ilyen csináltunk azért párat, de azért kicsit, nem? Nem akarod elrontani, mert ugye ezt igen. Kétszelet megcsinálni. Igen, ez nem olyan. Erre mondják azt, hogy az első benyomás megismételhetetlen. Tehát ez egy tipikus olyan helyzet, ha valamit elront, azt nem lehet, hogy oké, okay, bocs, sorry, várjál, visszamegyek és újra kezdem. Tehát ez most egy ilyen műfaj. De bízunk magunkba. Figyelj, törekedjünk arra, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból, és én közben hoztam nekik egy-egy lootboxot, összeraktam, itt van a kocsinkba hátul, azt is bevisszük, és nézzük meg, hogy mit tudunk ebből kihozni, oké? Okay? Megcsináljuk? Meg. Látjátok, a videózás ezért is jó, mert van egyfajta olyan dolog, amivel jót tudunk tenni az embereknek, és ez fontos, hogyha már örömet tudunk szerezni valaki számára, akkor már megérte az egész dolog. Ez 27, akkor viszont eljöttünk mellettük, gyerekek. Ebben sosem voltunk mindig, valami nem, nem, mindig úgy van, hogy az egyik oldal a páros, a másik oldal a páratlan. Tényleg, de bárhat. Viszont, hogyha kisrácok megismerik az autónak a rendszámát, akkor mit mondunk? Hát vagy az autót inkább. Vagy az autót, érted? Állj be mögé. Várjál, leteszem ide, nézd csak ide oldalra. Hát szia, gyere, adj egy pacsit! Szia. Hát mi újság van? Szia, Laura! Szia! Na mi újság? Te figyelj, halljuk, hogy te szereted a Laura Norman videót. Imádom. Ma is azt néztem. Tényleg? Mi volt a mai videó? Mi volt a mai videó? Amikor megprankeltek téged. Igen. A mozgba. A mozgba? De akkor az nem a mai videó volt. Ja, csak ez... visszanézem mindeniket. Ja, ja, értem. A mai nem láttad még? Hallod, képzeld el, mit csináltak. Tegnap ellopták a telómat. De. Ja, azt láttam a azt TikTokon. Láttam. Képzeld el, mindjárt több követőm van, mint nekik. Érted? Figyelj, még nem. De már több mint 6000 követőm volt az autóban néztük. Képzeld el, úgyhogy soha nem TikTokoztam. Mit szólsz ehhez? Még csinálunk egy jó képet, meg ilyenek? Benne vagy? Meg egy jó TikTokot is akár. Mi? Benne vagytok? Figyelj, milyen szép szobád van neked, hallod? Ja, néztük. Milyen? Mi? Nem semmi. Ja, és igen. Még hoztunk nektek egy ajándékot is mindeket. Gyertek, megmutatjuk, jó? Figyelj, összeraktunk neked egy jó kis lamboxot neked is, meg a Bennetnek is. Mit szólsz hozzá? Ott van, nézd, csak egyik ott a tiéd, van. A másik pedig a Bennetté. És melyik a kedvenc videótok? Hát, amikor elloptad a padot. Tényleg? Az a kedvenc? Igen. Azt jól megszívattam akkor is, apád. De aranyos! Látod, mama teljesítette! Hoztunk mindent! Figyelj, ha ma úgy van, akkor majd bejöhetsz anyával Lamboxhoz is, akkor ott válogathatsz, amit szeretni, annyi minden van. Vannak Minecraftos cuccok, van mindenféle. Volt mit szólsz hozzá? Milyen pici baba voltál. Tényleg? Igen. Olyan kicsi voltam. Olyan pici voltál, hatalmas nagy hajad volt, mi most is kevés. Igen, most azért járunk apával fodrászon, mindig leválgatni, mert ő nem szeretne nagy hajat, nincs is haj. Ne tudd meg, azt mondja nekem, hogy hosszú haja lesz, és majd be fogja dajeroltatni. Nem is! Nem dajeroltatni, ez is mondta, milyen. De, majd be kell akarod csavartatni. Ez az ő hülyesége. Nem. Nem. Nem, most is azt mondtad, hogy be fogod majd csavartatni a hajadat. Hát mondom, hogy miért kell valakinek göndörhaj, akinek nincsen, akinek meg nincsen, annak meg sima kell. Hát mondom,
Nem hiszem el. Tudod, hogy nézzék itt a Balázskori, tudod ki az? Nem tudja szerintem. Szóval Melinda néni vette neked a kis csintalom. Nem rajta kiskorom, annyi kész van róla. Én alkoholos megszülettél, és két apa perce mentem el megvenni neked. De beharanyoztátok a napunkat, hogy eljöttetek. Ilyen boldogság, amit az én unokám, itt miattatok átéltek most. Te is egyébként meg ki a kedvenced? Tehát, hogy a Norman vagy a Laucia videókban? Mind a kettő. A Laura szerinted mit csinál? Ilyen kicsit ilyen csibész, nem? Tehát ő ilyen, ilyen kis csöndes, tudod, ilyen Almuszi-Nuszi nagyot ugrik című történet van, nem? Hát de a Norman jobban. Norman csibészed, nem? Csibészem vagyok, mint Laura. De azért a Laura mindig túljár mostában Norman eszén, nem? Agyomban. Aha. Azért a Laucia azért... Mindig csak valami pranket kitalál a Laura, utána meg beleegyezik a Norman. Ennyi. Hát igen, mi most is. Amúgy megbeszéltem vele, hogy ő viszi el ebbe a hét, úgyhogy... Ja, erről még, nem beszéltem, csak hát az a helyzet, hogy pont bementem ma a céghez, és a fiúk szembesítettek vele, hogy tudod, hogy van TikTokod? Mondom, nekem TikTokom, mondom, azt nem, az, én nem szeretem a TikTokot, tehát TikTok az egy digitális drog, azt nem akarom, hogy TikTokom legyen. Nem mondják, hogy de már van. És egyszer csak jönnek, hogy hát már mit tudom, hogy 2000 követőd van a TikTokon, mondom, nekem, ne hülyéskedj. Várjál, és hogyha egyébként eljössz hozzánk, mi az, amit ki fogsz próbálni leghallgatni? Tényleg mondtam is, hogy majd jöjjenek. Hát persze, hogy eljöhetnek, nem kérdés. Amivel bele kell ülni, és egy tudod, és van két, igen. Az? Huverkát? Úristen. Most nekem nagyon tetszik. Nekem. Sziasztok, köszönöm szépen, Laura és Norman, hogy eljöttetek. Nagyon boldog vagyok. Mondom, hogy eljöttetek. Tisztát alud ki. Mi? 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 És köszönsz ki a videóból? Úgy igazából nem is a box volt nagyon a öröm, hanem a Laura és a Norman. Két napja van TikTokja. Jaj, figyelj. Az embernek 9200 követője van. Azért voltikunk, mert megjelölte magunk, lehet, hogy Csilla 55. Ja, itt az első videón nem elfelejtettél megjelölni, milyen meglepő, ugyebár. Véletlen volt. Véletlen volt, azt akarod, hogy több követőm legyen, mert több volt ugyebár nekem. És bezzel csak téged követ, apa. Így oh, oh, milyen családom. Babák, sziasztok, mit csináltok? Nézzük a gáz TikTok oldaladat, mit csinálnak? Hát azt ne is mondd, valahogy. De mennyi követőm van? 9200. Aha. És három videód van, és van 11000 lájkod. Több követőm van, mint neked, öcsi sajt. Várjál, meg kell nézni. Neked mennyi van? Ja. Ez 300. Na jó, de tiétek nem volt behirdetve, meg neked már volt vagy 50000 követőt, csak ugye letiltották. Vagy a gyerek nem érted, nem jelölt már ilyet. Nem számít. Amit még akartam mondani, hogy én reggel nagyon korán megyek el itthonról, anya is elmegy itthonról, ki lesz készítve a reggeli, meg ilyesmi, úgyhogy legyetek szívesek, holnap fölkeltek, állítsátok be az órát, de nem maradjatok sokáig fel, mert nem fogok tudni fölkelni. Nem érdekel, de... Ne hülyeskedj kisfiam, most tényleg vett komolyan, nagyon, nagyon fontos, hogy holnap el ne készítsetek a suliból. Szeretnének, hogyha már az ágyban lennétek, légy szíves, kérlek, jó? Okay. Jó éjszakát, babák! Jó, Lauci, te is mindjárt menjél át, feküdj, lefogmosás, alvás, oké? Okay? Oké. Okay. Normikám, hol vagytok? El fogtok késni? Na, akkor mi elmentünk abba a suliba, jó? Menjetek kicsikéim, nagyon-nagyon jó tancizást, jó? Nagyon ügyesek voltatok, nagyon szorgalmasak a héten, le a kalappal előttetek. Mi is megyünk anyával, én is olyan dél körül itthon vagyok gyerekek, úgyhogy bírjátok ki még ezt a pénteki napot, aztán hétvégén jó kipihenjétek magatokat, jó kicsikéim? Jó. Na jó tancizást, sziasztok, jó sulizást, szeretünk, sziasztok babák, sziasztok. Egyem is meg őket, azért nem semmi kis életük van, azért most elég keményen belehúztak itt a lecsóba a héten. Na, Laura, gyere csak! Azt akartam mondani, hogy... Na, jó van már, csak hogy nehogy meglássanak, hogy jön, amit ott kinéznek, azt itt állunk. Jó, igen, igen. Én fáradt vagyok, nekem nincsen kedvem elmenni most iskolába.
alig tudtam aludni is, meg minden, hogy én nem akarok most elmenni. Hát jó, én sem bírtam már nagyon aludni, én is feledőjük, nem látom. Nem lennél benne, hogy itthon maradom. Megszerveztem mindent. Nálam van a garázsító is, minden. Leckédet se csináltad. Igen. Bevegyünk a garázsba, itt a garázsító, bevegyünk a garázsba, és akkor érted, becsinálom a leckét, aztán G to the G van. Nyitom a garázs. Gyors! Miért állítod meg? Megállt magától. Nem állt meg, csak lefelé. Nem állítom. Beszorulnak ki a garázsba. Hát az nem lenne vicces. Zárom le. Jó. Na, ülj le tanulni. Te hallgatt hozzá, hogy mikor van neked. Csinálom is a leckét, sietnem kell vele. Mert hogyha elmentek a pelék, akkor nem folytatom, ha csak nem csinálom meg. 2000 years later. Mi van? Most menne. Még várjunk egy 5 percet és elmenne. Tényleg? Szerintem most állnak ki a garázsból. Akkor én pakolom. Minden elpakolva. Nyitó. Telefon a zsebembe. Ez felszenvedve. És gyerekek. 3, 2, 1. Most mentek el. Azért gyere. Gyere már, Lau! Gyere, futam! Nézd körül! Az becsukta. Biztos nincsenek? Nincsenek itt, mondom. Elmentek. Nem hallok semmit. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Írjátok meg valamelyikünk TikTokja alá, hogy a heti videó közül melyik videó tetszett a legjobban. Legyen csodás hétvégétek, pihenjetek sokat, a súlyban nem elszök mi. Sziasztok!